egy pár beszéd a teremtővel. Az élet az nem valami olyasmi, ami csak eltelik önmagától, csak folyik önmagától. Az élet nem passzív, ami csak folyik magától. Ehelyett nekünk nem szabad egyetlen pillanatot sem elkicsúszni a kezünkből, anélkül, hogy bármilyen hasznot magunkba szívnánk olyan szempontból, hogy ezt a Teremtőhöz viszonyítjuk, hogy felfedezzük a Teremtővel való kapcsolatokat azon keresztül, hogy a Teremtő mit akar nekem elmondani abban az adott pillanatban. Mivel az egész életünk egy történet, ez egy párbeszéd, egy dialógus a Teremtővel, és nem szabad elhalasztanunk a lehetőséget erre a párbeszédre. Mire van szükség annak érdekében, hogy érezzünk? Meg kell próbálnunk megtalálni a finomságokat, az érzékenységet, a kifinomulást, hogy érezzük ezt a belső hangját a Teremtőnek, amely hozzánk fordul és suttog nekünk. Ez az erő, amely fel akarja fedni magát. Ez jelenti, hogy a szívünknek az ajtaján kopog. És mi még nem vagyunk képesek érzékelni, mi nem vagyunk érzékenyek, mikor egy felfedezzük ezt a kopogást, ezt a suttogást a Teremtőtől. Ez itt van, ez körbevesz minket, csak még nem érezzük ezt. Akkor mit kell tennünk annak érdekében, hogy érezzük? Nekünk magasra kell értékelnünk ezt a tulajdonságot, az adakozás tulajdonságát, az, hogy kilépjünk magunkból mások fele, hogy a saját magunk felé emelkedjünk, hogy másokat szolgáljunk, másoknak adakozzunk, ugye a Teremtő tulajdonságát. Tehát amikor én kilépek magamból mások fele, a csoporton keresztül, a közöttünk levő kapcsolaton keresztül, akkor ott kapom meg az érzékenységet, ott kezdem el érezni, hallani a Teremtőt. Az én rádióvevőkészülőkem nem bennem van, hanem abban a tulajdonságban létezik, ami rajtam kívül van, a többieken keresztül. Hogyha ez a tulajdonság uralkodik felettem, akkor majd érzem a Teremtőt. Helyettesítsük azt az erőt, mely bennünk működik. Ez a felfedezés, ez abban a mértékben történik, amikor a mértékben én magam válok adakozóvá, én válok hasonlóvá a Teremtővel. És akkor hogyan vagyok képes mondani, hogy én felfedezem a Teremtőt, akkor ki ez az én, aki felfedezi a Teremtőt? Ez a bennem levő tulajdonságok, amelyek még mindig nem képesek felfedezni a Teremtőt, tehát a kontraszton keresztül, de amikor én már teljesen felfedek mindent, akkor már nincs én és ő többé, akkor az már csak az adakozás tulajdonságává válik, amiben mi beleolvadunk, amely uralkodik felettem, és ennyi. De ameddig van a kontraszt, addig tudok különbséget tenni, akkor tudom meghatározni, hogy mekkora részben váltam olyan, amit a Teremtő. Az, hogy mi egyszerűen helyettesítjük azt az erőt, amely bennünk működik. Kezdetben az enző erő, és ezt ki akarjuk cserélni az adakozó erőre. Állandóan arra gondolunk, hogyan akarunk megszerezni magunk számára, és ehelyett azt akarjuk már, hogy csak adakozni akarjuk. És az igazság az, hogy én csak hozzászokok ehhez a formához. Semmi jó nincs ezzel kapcsolatban, csak hozzászakadok, nem tudom leválasztani magam, mint egy megszokás, mint egy régi megszokás, mivel valójában az adakozás iránti vágyban, hogy ezt a válaszul mondja, csak egy pszichológiai probléma van, hogy most a megszerzéséhez adakozunk, de nagyon sok több lehetőségünk van, hogy élvezünk, hogy fejlődjünk az adakozás erején keresztül, csak hozzá vagyunk szokva a megszerzéshez, ezért vagyunk abban, de sokkal nagyobb világot nyitunk meg az adakozáson, ezért kell dolgoznunk ezen. Tehát a megszokás ellenére, a belénk rögzödő természet ellenében mi nekünk meg kell növelnünk ezt az erőt, amely rajtunk kívül van, amit úgy nevezünk, hogy a körbevevő fény, a Teremtő erő, hogy ez megváltoztassa minket, hogy működtessen minket egy másfajta módon.